Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. Holnap, azaz március 2-án lesz a Ima Világnapja. Ennek kapcsán beszélgetünk az imádkozásról, többféle aspektusból, szempontból járjuk körül ezt a témát. Nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm itt a vonalban dr. Mészáros Istvánt, a Híd gyülekezete lelkészét, a Szent Pál Akadémia adjunktusát. Szervusz! Szervusz! Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ugye itt a magyar társadalomban, ahol azért több évtizedes kommunista diktatúra, elnyomás volt jelen a társadalom szintjén, sajnos az imádkozás is valamilyen szinten ennek kárát látta, hiszen az emberek nagy része leszokott erről a tevékenységről. Mit gondolsz, miért fontos az, hogy imádkozzunk mi keresztények, és hogyha lehet azt kérni, akkor előbb egy picit beszéljünk arról, hogy egyáltalán mi az ima, hogyan tudnád ezt megfogalmazni? Hát az imádkozás a keresztény élet motorja, ezzel szinte minden működik, nélküle meg szinte semmi. Ugye három szempontból is fontos ezt aláhúzni. Hát egyrészt az Istennel való személyes közösségnek nélkülözhetetlen része az ima, ugyanis ez kommunikáció az Istennel, beszélgetés az Istennel arról, hogy kérünk valamit tőle, hogy tegyen vagy ne tegyen. A kommunikáció nélkül pedig, hát tudva a levő, hogy nincsen közösség, gondoljunk csak barátokra vagy házastársakra, ha nem beszélnek egymással, akkor nincsen közösség. A másik, meg az ima, az a hit kifejezése is, ugye hát feltételezi, amikor szólunk, amikor imádkozunk, hogy nem levegőhöz beszélünk, nem a falnak beszélünk, ezért kifejezi a hitet, hogy a másik oldalán a vonalnak van valaki, mégpedig Isten maga, és hit nélkül meg tudjuk, hogy lehetetlen Istennek tetszeni. Akik Istenhez járulnak, azoknak hinniük kell, hogy ő létezik, ahogy Pál apostol is írja ezt, és ezeket pedig megjutalmazza Isten, akik őt keresik. A harmadik dolog, hogy ez a fellépés a természet fölötti szintre. Hát ahogy egy repülő attól repülő, hogy fölszáll, a keresztény meg attól hívő, hogy a természet fölötti szintre lép föl, tehát oda emelkedik, és ebből eredően képes lesz a valóság természet fölötti dimenzióját befolyásolni, tehát azt a dimenziót, amiből minden származik. A Biblia arra tanít minket, hogy minden, ami látható, a láthatatlanból állt elő, és áll elő ma is, ott van a láthatatlanban mindennek a mozgatórugója, a gyökere, akár a jónak, akár a rossznak. Még a világi emberek is tudják, ezt csak ők jó szerencséről, meg bal szerencséről, meg szerencsés vagy szerencsétlen csillagzat alatti születésről beszélnek, de mi tudjuk, hogy ez több ennél. Van láthatatlan világ, a látható dolgok mögött láthatatlan dolgok vannak, szellemi tények, szellemi erők, ezek támogatása vagy ellenállása, ez ilyen szellemi akadályok például. Tehát pusztán földi, materiális szinten kezelni a dolgokat, az egy felszíni kezelés, vagy tünetkezelés, ha szabadna így fogalmazni, vagy kicsit durvábban szólva árnyékra való vetődés. A gyökérkezelést azt a láthatatlanban kell elvégezni, és ez pedig főként ima által történik. Pál apostol nagyon szemléletesen mondja, hogy úgy futok, mint nem bizonytalanra, és úgy riaskodom, mint aki nem a levegőt vagdossa. Ugye hát a kommunizmus tagadta a láthatatlan világot, az egész istenügyet egy csalásnak tartotta, ópiumnak tartotta, az embereket materialistává tette, és az embereket arra tanította, hogy az a materiális szinten forgolódjanak csak maguk körül, és ezzel földszintessé tette az embereket, ugye? Az imádkozás által be tudunk avatkozni a láthatatlan szférába. Ezt tudjuk az Isten akarata szerint tenni.
tervei szerint befolyásolni, hogy aszerint alakuljanak a dolgok. Maga az Isten vagy az angyalai ő általa fellépjenek, a sátáni erők visszaszoruljanak, egy kicsit hadi kifejezéssel élve, hogy légi támogatást veszünk igénybe ezzel itt a földi szinthez. És egy közismert bibliai példát mondhatnék ehhez. Természetesen, köszönjük. Hát ugye közismert bibliai példa, hogy miután a zsidók kivonultak Egyiptomból, és elkezdték az ígéret földje fele a vándorlásukat, az amalekiták többek között az amalekiták is megtámadták őket. Na most az amalekitákkal kapcsolatokkal való harc leírásánál olvashatjuk, hogy volt a harcnak egy spirituális szintje, ezt teljesítette Mózes és az ő társaságában lévő Áron és Húr, akik segítettek a Mózesnek, hogy a Mózes a kezeit az ég felé tudja tartani. És a terepen pedig ott munkálkodott, ott harcolt Józsué és a csapatok, az izraelita csapatok, tehát egyszerre kezelték a láthatatlant, és egyszerre ezzel zajlott a terepmunka. Tehát a spirituális és a terepmunka együttesen eredményezte a győzelmet. Sőt, leírja ez a történet, hogy amikor a Mózes a kezeit leengedte, nem tudom, elerőtlenedtek, akkor mindig az amalekiták győztek. De amikor föltartotta a kezeit az ég felé, akkor az izraeliták győztek. Tehát a kettő együtt kell, hogy működjön, de az a történet is megmutatja, hogy hiába van terepmunka, hogyha nincs a légi, a szellemi szintnek a kezelése, ugye légi támogatás igénybevétele nélkül, ha az ember megfeszül, akkor sem megy a terepen semmi, légi támogatással pedig az Isten tervei. Kicsit hosszabb voltam, de hát az imádkozásnál nagyon lényeges látni ezeket az alapigazságokat. Így van, és te is említetted itt a kommunizmusnak a sajnálatos eredményeit, amely az emberek lelkébe létrejött, és ugye nem tudom, hogy az imádkozással kapcsolatban sokaknak egy ilyen liturgikus, nagyon ilyen beszabályozott valamilyen tevékenység jut az eszébe. Mennyire szabályozza a Biblia azt, hogy hogyan imádkozzunk, és mennyire jön ez természetesen az embernek a személyéből? Imádkozásnak van mintája, új szövetségi mintája, amit Jézus Krisztus a hegyi beszédben tárt elénk a mi atyánk híres, nevezetes imájába, de ez nem ezt jelenti, hogy kötött formában lehet csak imádkozni. Nyilván kötött formában is lehet, de az imádkozásnak eleve több fajtája van az imáknak, és ezen fajtákon belül is teljesen lehet szabadon imádkozni az ember saját szavaival. A lényeg, hogy hittel történjen meg, azzal a hittel, hogy aki a fület formálta, az meg is hallja, hogy az Úr szemei az igazakon vannak, a fülei pedig azok könyörgésén. Hittel történjen, helyes isteni motivációval történjen, és az isteni célokat szolgálja, azokkal legyen harmóniába. Tehát az Ószövetségben is, ha látjuk az imákat, amelyek le vannak írva, azok nem előírt formai imák voltak, hanem úgy, ahogy azok a szívből jöttek, ahogy azokat az Isten szelleme is diktálta. Tehát szabadon is lehet, de formában is lehet. Például a zsoltárok mindegyike egy-egy ima is önmagában is. Zsoltárral is lehet imádkozni, annak a fölolvasásával, de egy szabad műfaj, ilyen módon az ima. A lényeg, hogy hitből származon és szívből származon, és nyilvánvalóan hát az aktualitásokra vonatkozzon. Ugye a mostani dolgok, amiket kezelni akar ez ember, ezeket kell megfogalmazni, Istenhez vinni, újra mondom, az igével harmóniában és az Isten terveivel harmóniában.
Világos. Ugye, ha arról akarunk egy picit beszélni, hogy az ima milyen hatással van ránk, illetve a környezetünkre, vagy nagyobb léptékben nézem, milyen történformáló ereje is lehet az imának. Milyen olyan bibliai példát tudunk erre hozni, amely azt mutatja, hogy igenis fontos, hasznos és hatásos egy kereszténynek az imája? Ó, hát rendkívül sok, tele van a Biblia, ugye ilyen példákkal, ha most nem kronológiai sorrend ez, de hát hogyha így az időben haladunk, hát például a rögtön, ahogy látjuk, egy fantasztikus közben járó ima az, amit Ábrahám folytatott, ugye Szodomáért, ahova eljött maga az Úr és a angyalok vele, hogy ugye Szodomára ítéletet hozzanak. Ehhez képest azt látjuk, tehát hogy elpusztítsák, ehhez képest azt látjuk, hogy egyetlen embernek a közbenjárása, Ábrahámnak a közbenjárása megadta a túlélési esélyt Szodomának, mert Ábrahám tulajdonképpen hatszorosan, tulajdonképpen az imájában, a közbenjáró imájában azt mondta az Úrnak, hogy elveszted-e az igazat is a gonoszszal egybe, hát távol legyen az egész föld bírája, nem szolgáltatna-e igazságot, és akkor Ábrahám mondta, hogy ha lenne 50 igaz a városban, akkor elpusztítaná-e Isten, és hát akkor Isten mondta, ha 50 van, akkor nem pusztítja el. Na most Ábrahám ezt 45-re, 40-re, 30-ra, 20-ra, majd végül is 10-re idézőjelbe teszem, lealkutta, tehát ha 10 igazat talált volna Isten Szodomába, megmaradt volna a város, az az esélyük lett volna az embereknek még megtérni, abba hagyni a bűneiket, de nem talált 10-et sem, ezért elpusztította. Tehát ez egy nagyon fontos figyelemfelhívás, hogyha van közben járó egy közösségben, egy nemzetben, egy városban, aki az Isten kéri, akkor az igenis a közbenjárásával befolyásolni tudja annak a városnak a sorsát, annak a nemzetnek a sorsát. Hát ugye látható, hogy például Ézsaiás könyvében is van olyan rész, hogy azon sajnálkozott Isten, hogy nem talál közbenjárót, aki imádkozna a bűnbocsánatért, a nemzet bűneinek a bocsánatáért. De ha már itt tartunk, például Mózesnek az imája, szintén, az meg Izrael népéért történt, ugye tudjuk jól, hogy miután Mózes megkapta a törvényt a Sínai hegyen, jött le, ugye, és a közben pedig Izrael bálványimádásba hanyatlott, ugye aranyborjút készítettek, ami miatt Isten elhatározta, hogy elpusztítja őket, mert eltértek a szabadítótól ilyen hamar, ilyen látványos szabadulás után, már is bálványok után mentek. És ekkor Mózes közben járt Izrael népér, és ilyen módon Izrael népe pedig megmaradt, és tovább vándorolt, tehát Mózes imája megmentette a népet. Akkor például Józsuénél láthatjuk, ő egyenesen azt kérte egy csatába, hogy álljon meg a nap, Isten megállította a napot, tehát nem nyugodott le a nap addig, míg le nem verte Józsué az ellensége. De Ezékiás király is, amikor Asszír támadás alatt állt, akkor is az ő közben járó imája a népért biztosította azt, hogy az Isten beavatkozzon, és megszabadítsa őket az asszíroknak a támadásától. Vagy gondoljunk Jónásra, a Cedd gyomrába, azért tudott megszabadulni a halálnak a torkából, mert ugye Istenhez fohászkodott. Vagy akár most áttérve az új szövetségre láthatjuk, hogy miután az apostolokat megfenyegette a Sanhedrin, ami nem csak vallási szervezet volt, hanem közjogi hatalmi jogosítványokkal bíró szervezet is volt, hogy ne prédikáljanak Jézus nevébe, ezért megfenyegette őket, ők protestáltak,
bejelentették, hogy inkább Istennek kell engedni, mint sem embernek, de tudták jól, hogy milyen hatalma van a Sanhedrinnek, aki ugye Jézust is halálra ítélte előtte, mert a részt vett ugye a halálos ítélet meghozatalába, ők is tudták, milyen fenyegetéssel nézhetnek szembe, de visszavonultak, és azt olvashatjuk, hogy egy szívvel, lélekkel fölemelték Istenhez a szavukat, idézték a második Zsoltárt, hogyha elolvassuk, ugye, és a második Zsoltárt felidézve, ugye arról szól, hogy összegyűltek az Isten fölkentje ellen, az ott lévők, a hatalmasok, ezt fölidézve kérték az Istent, hogy tekintsen ezekre a fenyegetésekre, és hát adja meg a szolgáinak, hogy bátorsággal tudják a beszédét szólni Istennek, nyújtsa ki az Isten a kezét csodákra és jelekre, és láthatjuk, hogy mi történt, ebből megrendült a ház. Tehát, és ők imádkozó életet éltek, rendszeres imádkozó életet éltek, és ez az egyik fő oka volt annak, hogy a római birodalom nem tudott hatalmat venni a megszülető kereszténységen, hanem utána a római birodalom rendült ebbe bele, és esett szét. Történelem formáló ereje van az imának. Hogy te is említettél példákat, hogy Izraelnek vezetői is az Úrhoz fordultak segítségért a nép érdekében, illetve hát itt Magyarországról is hallunk ilyen híreket, hogy vannak vezető orvosok, akik például műtét előtt Istenhez imádkoznak, hogy ő segítsen nekik. Mennyire tartod azt fontosnak, vagy mondhatjuk-e azt, hogy fontos az, hogy vezető pozícióban lévő emberek is Istent hívják segítségül a tevékenységüknek a sikere érdekében? Hát én kardinálisnak tartom, kiemelkedően fontosnak tartom, és nagyon örülök annak, hogy ez kezd újra visszatérni Magyarországon, ugyanis Istennél nincsen hatalmasabb, ő a királyoknak a királya, ő a mindenségnek az ura, és amikor imádkozunk, az is fontos, hogy lássuk azt a hatalmat, Isten mindenhatóságát, hogy kihez fordulunk. Ugye szeretik ezt a kifejezést földi szinten is használni, ha egy ügyet el akarnak intézni, keresnek valami befolyásos személyt, hogy szóljon le, ugye, az ügyintézőnek, hogy zöld utat kapjon az ügy. Na most, hát aki a leginkább le tud szólni, aki ennek az érdekében angyalokat tud mozgósítani, isteni seregeket tud mozgósítani, hát az a seregek ura, az a királyoknak a királya. És ezért nagyon is helyén valónak tartom, hogyha vezető pozícióban lévő emberek Istent kérik segítségként, Istenhez fordulnak segítségként. Ez nem csak arra garancia nekünk, akik például nem vagyunk vezető pozícióban, például közhatalmi vagy más szinten, hogy az Isten akaratának nyílik ezáltal ajtó, hanem arra is keletkezik ezzel esély és lehetőség, hogy meg is tudjon valósulni az Isten akarata az ilyen embereken keresztül. Hát a történelemben sok ilyen példa van, és hát nagyon jó, hogy ilyen történik. Manapság én kívánom, hogy egyre többször történjen. Ettől függetlenül, ha szabad kiegészítenem, nem feledkezhetünk meg arról, hogy most itt ebben a világkorszakban is, a látható szinten is a legnagyobb hatalmi potenciál az az egyháznak a kezében van. Tekintettel arra, hogy az egyháznak teljesen tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy hatalma van rá, hogy megkössön és megoldjon dolgokat itt a Földön, megkapta Jézus Krisztusban és a Szent Szellem ereje által az oldáskötés hatalmát, ugye Jézus maga beszél erről, és ezáltal Jézus kijelenti, hogy a pokol kapui sem diadalmaskodhatnak az egyházon. Tehát az egyháznak spirituálisan van hatalma arra, hogy kezelje azokat a
dolgokat, amiket egy kormány vagy egy parlament nem tud kezelni, mert a kormánynak meg a parlamentnek a hatásköre, fontos hatáskör, nem akarom relativizálni, becsülni, de a földi dolgokra terjed ki. De az egyház viszont tudja kezelni a gyökereket, a láthatatlanban lévő dolgokat, és ezért is fontos, hogy a keresztények ráébredjenek az imádkozásnak fantasztikus jelentőségére, hogy imával tulajdonképpen mindent tudnak befolyásolni, hogy azok a legbefolyásosabb személyek itt a Földön és közösségek, akik tisztában vannak az ima hatalmával, erejével, tudják, hogy kell imádkozni, és nem csak tudják, hanem imádkoznak is, használják az oldás és a kötésnek a hatalmát. Ezért is sok múlik rajtunk az egyházon, hogy valóban azok vagyunk-e, akarunk-e lenni, amit Jézus mond az egyházról, ugye imádság háza, ugye ezt használja, imádság házaként funkcionál-e az egyház, vagy pedig a latroknak a barlangjaként, hogy egy kicsit szélsőséges megfogalmazást alkalmazzak, illetve hogy nem süllyed-e az egyház természetes földi materiális szintre, nem cementezi-e bele magát pusztán a karitásba, kulturális örökség ápolásába, vagy az intézményrendszerébe, amelyek persze fontos dolgok, nemes dolgok, van társadalmi hasznuk is, de a legnagyobb társadalmi haszna annak van, ha az egyház természet fölötti szinten működik, és a hátteret, a háttérsugárzást befolyásolja, és a gyökereket kezeli. Minden, ami van, a látható, a láthatatlanból áll elő. És mi, akik nem vagyunk vezető pozícióban, az egyéni ima életünkben ugyanúgy Isten elé vihetjük, gondolom, az országnak a sorsát, a helyzetét, kérhetjük, hogy a katasztrófák kerüljék el, akár most ebben a krízis helyzetben, amit a vírus okoz. Hát természetesen ez óriási nagy felelőssége a kereszténységnek, pont azért is, amiről az előbb beszéltem, hiszen hatalma van az egyháznak, a keresztény közösségeknek, a gyökereknek a kezelésére, a pokol erőinek a megtörésére, azzal szembeni védekezésre is, hogyha ránk akarja csukni az ajtót, be akar zárni valahova bennünket egy betegségbe, vagy bármilyen elnyomatás alá pokolnak az erői, de lehetőségünk van a pokol erői által elzárt területekre is behatolni, oda, ahol sötétség van, ahol átok van, ahol kifosztás van, és ott felszabadítani az embereket a pokolnak az erői alól, és azoknak a szolgáitól felszabadítani az embereket, mert ugye a pokol erői is programokat, izmusokat, gondolatokat, kultúrát, embereket és a többi használnak föl, hogy fogva tartsák, vagy fogságba vigyék az embereket. Hát hangsúlyozni szeretném, hogy a keresztények és az egyház hatásgyakorlásra vannak számva. Hatásgyakorlásra. Tehát Jézus Krisztus sem azért jött közénk, hogy magánéletet éljen, hát láthatjuk, hogy nem magánéletet élni jött, nem elzárkózni, bezárkózni, kivonulni jött, ha el is ment a pusztába, azért volt, hogy ott erőt nyerjen, onnan visszatért a közösségbe, az emberi közösségbe, a Szent Szellem erejével, és bejelentette az Isten programját, szabadító programját, kihirdette. Ezért a hívők sem magánemberek, és az egyház meg különösen nem magántestület, hanem Isten országának a képviselői vagyunk, követei, úgymond nagy követei vagyunk, az egyház pedig a nagy követsége Isten országának, és ezért hatást kell, hogy gyakoroljon. Ugye hirdetnie az evangéliumot, az Isten országába való belépés útját, lehetőségét, az Istennel való szövetség belépés lehetőségét, hirdetnie kell az evangéliumi értékeket, meg a örök törvényt képviselnie kell, az isteni örök rendet, tehát egy őrálló szerepünk van a közösségeinkben, amiben a nemzet
abszolút ebbe tartozik, őrállói vagy őrállók vagyunk, isteni őrállók a nemzeteink közepette, és hogy a nemzeteink megmaradjanak, be tudják tölteni az isteni elhivatásukat, mert Isten teremtette a nemzeteket, odaérjenek Isten ítéletére, tehát egyáltalán fönnmaradjanak, ne tűnjenek el a történelem süllyesztőjébe, és be tudják ez alatt, újra mondom, tölteni a feladatukat, isteni szent feladatukat, és az ítéletkor pedig juh nemzetnek minősüljenek, magyarán bemehessenek az örökké valóságba, az Isten országába. Tehát óriási nagy felelőssége van az egyháznak. Hát gondoljunk csak bele, hogy Izraelben például ottani proféták, vagy az Isten elhívottjai, szolgái, azoknak az Isten szolgálata szervesen összefonódott Izrael nemzetének a szolgálatával. Tehát a spirituális szolgálatuk nemzetmentő szolgálat is volt, nemzeti közjót szolgáló szolgálat is volt. Nem lehet elválasztani Mózest, Józsuét, a Dávidot, Salamon, profétákat, Ézsaiás, Jeremiás, nagy és kis profétákat, egyiküket sem lehet elválasztani a nemzetüknek a szolgálatától. Sőt, most szeretném még jut eszembe Mária például, ugye Mária még ott megfogant ugye benne Jézus, és formálódott a méhébe, és olvassuk az Erzsébettel való találkozója után, például ének formájában mondott hálaadó imát az Istennek, és hát ne felejtsük el, hogy a Mária nem egy azt mondta, egyenesen azt mondta, hogy hatalmas dolgot cselekedett Isten karjainak erejével, megemlékezett Isten hatalmáról, hogy hatalmasokat döntött le a trónjáról, és az alázatosokat fölmagasztalta, hogy az éhezőket betöltötte javaival, gazdagokat küldött el üresen. Megemlékezett rögtön a méhében formálódó Jézus Krisztusra koncentrálva, hogy itt ő benne is olyan élet jön létre, lát majd napvilágot, ami befolyásolni fogja az egész földi történéseket igazságszolgáltatás által, sőt nemzeti sors egyengetés által, Izrael nemzetének a sorsának egyengetés által is, mert Mária maga mondja itt, hogy felvezi Izraelnek az ügyét. Hát láthatjuk, hogy tudta Mária, már ráérzett, hogy ki van benne, és ezzel együtt ráérzett arra, hogy azzal, hogy ő magába hordja Jézust, és hozzásegíti, hogy megszülessen az, akit Isten ő belé helyezett, ez nemzet sorsát fogja befolyásolni. Úgyhogy a bennünk lévő Krisztus, az általunk hordozott Krisztus, és az általunk a tevékenységünk által megszülető Krisztusi dolgok is nemzet sorsát befolyásolják. Nagy felelősségünk van. A végezetül még egy gyakorlati kérdést engedj meg. Volt egy idő, amikor nagyon sok kérdés érkezett a Hit Rádióban azzal kapcsolatban, hogy nagyon nem vannak keresztények, akik nehezen teszik életmódjukká az imádkozást. Valahogy akadályokat éreznek ezzel kapcsolatban, vagy egy darabig megy nekik, de aztán meglankadnak benne. Mit tudsz nekik tanácsolni? Hát azt, hogy ugye tekintettel arra, hogy a gonosz, a rossz eltakarítva a földről csak akkor lesz, amikor Jézus Krisztus visszajön. Addig még itt van, és kifejti a káros tevékenységét. Azáltal, hogy megtért a kedves hallgató, befogadta a názáreti Jézus Krisztust, ezáltal üdvösséget nyert, és természetesen, ha megmarad az újjá született állapotba, akkor üdvözül, és Isten jelenlétébe jut, és örök élettel fog bírni. De viszont itt a földi szférában egyáltalán nem mindegy, hogy töltjük el addig is az időt, mert Isten adott ígéreteket mindannyiunknak Jézus Krisztusban, és ezeknek az ígéreteknek a birtokba vételéhez, ami akár az egészségre vonatkozik, akár az átkoktól való megszabadulásra, és átkok helyére az áldások beül
ültetésére, akár a nélkülözésekből való kijövetelre és helyette a kenyér bőséges evésére, mint például a mi atyánkban is ugye Istentől való jogos kérés a mindennapi kenyérnek a megadása. Hát ezeknek a birtokba vételéhez már nem elég a puszta hit, és ez a pusztát idézőjelbe teszem, nem elég az imádkozás nélküli hitgyakorlás, nem elég az erkölcsös életmód, bármilyen erkölcsös is az, mert ezeket a javakat az ördög az eddigi több évezredes tevékenysége alapján elzárta az emberektől, kifosztotta a generációkat, még szabad lábon van. Jézus maga mondja, hogy be kell menni az erősnek a házába, meg kell kötözni az erőset, és úgy lehet visszavenni tőle a javakat. Ugye Pál mondta, hogy nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem gonosz szellemi erőkkel szembe, ugye fejedelmségek, hatalmasságok, korszellemek, meg a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak, démonokról nem is beszélve, egyszerűen tudomásul kell venni, hogy az üdvösségen kívül az összes többi más áldásért bizony imádkozni kell, minimum a megőrzésért. Hát az egészség sem marad meg automatikusan, ugye, azt is meg kell őrizni, ahhoz is imádkozni kell. Különösen meg, ha elveszti az ember, hogy visszanyerje, ahhoz meg még inkább kell. Tehát én azt szeretném tanácsolni mindenkinek, hogy döbbenjen rá az imádkozásnak az erejére, hogy élet múlik ezen. A földi élet sem arra szolgál, hogy attól ideje korán az ember megfosztásra kerüljön, vagy pedig, hogy átkok alatt roskadozva töltse, meg nélkülözésekbe töltse. Isten nem arra hívott el bennünket, hogy csak úgy beessünk, amikor elérkezik a nagy pillanat az ő arca elé, hanem arra, hogy már itt a földön erőről erőre jussunk, és teljes életet tudjunk élni. Ez meg sajnos ugye ima nélkül nem megy. Ugye a mi atyánk, ahogy beszéltünk is az ima mintában, arról szól, hogy az atya neve megszenteltessék, legyen meg az ő akarata itt a földön, amiként a mennyben is megvan, és ebbe itt a földön jöjjön el és legyen meg, ami meg is fog történni globális szinten is, Isten országa fizikailag el fog jönni közénk, de addig is, amíg ez el nem jön, addig is, ami lehet, gyökerezzen belőle, megvalósuljon belőle, nem is beszélve a személyes életünkről, hogy ott aztán meg végképp megvalósuljon a mi életünkben az atyának az akarata teljesen, ahogy ő a mennybe elgondolta, és ahogy a mi atyánk is mondja, ezért imádkozni kell. Tehát én mindenféleképpen buzdítom kedves keresztény testvéreket, hívőket, hogy ettől lesznek ők igazán krisztusiak, hogyha imádkoznak, nem pedig csak keresztényként, de materialistán élnek, kiszolgáltatva magukat úgymond a történéseknek. Nem, a történések fölött lehet az ima által uralkodni, hatalmat gyakorolni. Jézus Krisztus maga is rengeteget imádkozott, visszavonult, mindig ebből nyert erőt. Egy krisztusi embernek is fontos, hogy ebben is kövesse Krisztus példáját. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Dr. Mészáros István, a hitgyülekezete lelkésze, a Szent Pál Akadémia adjunktusa volt a vendégünk. Nagyon jó egészséget kívánunk neked innen a Hit Rádióból. Köszönöm szépen, én is nagyon jó egészséget kívánok, és az Isten akaratának a tökéletes megvalósulását minden kedves hallgatóban. Köszönöm a lehetőséget. Szervusz, a viszont hallásra. Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. Folytatódik tehát a Középpont, és nagy szeretettel köszöntöm következő vendégünket, dr. Kiss Gyöngyit, klinikai szakpszichológust. Szervusz! Szervusztok, én most bocsánat, csak nagyon rosszul hallok. Megpróbáljuk egy picit följebb tolni itt akkor a hangerőt, most jobb.
Igen, igen, jó, igen. Szuper. Köszönöm. Tehát akkor nagy szeretettel köszöntünk itt a Hit Rádióban téged, és arra szeretnénk kérni, hogy kicsit beszélgessünk arról, hogy az imának, milyen az imádkozásnak, milyen jótékony hatásai van a lelkünkre, a személyiségünkre. Hát most egy szóval azt kell mondani, hogy igenis van. Ezt egyébként kutatták is pszichológusok, mert hogy most már gyakorlatilag a lelki egészség része a egyfajta transzcendentális jólét is, tehát ezt most már a WHO is elismeri, hogy a spiritualitás, mint olyan a lelki egészség és az életminőségnek tulajdonképpen egy pozitív része, és a lelki kiegyensúlyozottsághoz pedig hozzájárul egyébként a személyes ima, mert hogy ugye az imának van a világnapja. Így van, holnap lesz március 2-án. Ja, holnap lesz? Igen. De mi megelőlegeztük, és már felkészítjük a kedves hallgatókat a holnapi ima világnapjára azzal, hogy erről a témáról beszélünk. Hogy gyakorolják. Így van. Igen. No, vannak pszichológusok egyébként, ugye, mint Freud, aki nem hisz a transzcendensbe, de a körülbelül a 20. század második felében egyre inkább előkerültek azok a kutatások, akik, meg azok a kutatók, illetve nagy hatású pszichológusok, akik azt mondják, hogy igenis fontos szerepe van az embernek, az ember életében az Istenbe vetett hitnek, a transzcendenciának. Konkrétan mondjuk Viktor Frankl is azt mondja, hogy az élet végső értelmének keresése alapvető emberi szükséglet, amely nélkül nem teljesedhet ki az ember élete. Tehát, hogy ez egy alapvető dolog, és ahhoz, hogy a hitéletünket megéljük, ahhoz meg tulajdonképpen rendszeres imádkozásra van szükség. Itt azért érdemes elkülöníteni az imát, amikor az ember mondjuk saját szavaival imádkozik és fogalmazza meg azt, amit gondol, vagy a rituális imát, amikor ilyen előre bevett szövegeket mantráz tulajdonképpen. Mert a kutatók még azt mondják, még annak is van hatása, na de annak, aki ténylegesen megfogalmazza, ami az ő szívében, lelkében van, hát annak igazán pozitív hatásai vannak a lelki életre. Én azt olvastam, hogy a depresszív állapotokból is ki tud ugye, húzni az embert, hogyha ha imádkozó életet él, illetve el tudja kerülni azt, hogy ilyen mély reménytelenségbe zuhanjon, nagyon frusztrált legyen. Ezt te hogy látod? Hát igen, most alapvetően, hogyha az imát úgy fogalmazzuk meg, hogy tulajdonképpen kommunikáció Istennel, amelyet mondjuk az ember kezdeményez. Tehát az ember oda megy Isten elé, és megszólítja, ugye, még a mi atyánkban is úgy kezdődik, hogy mennyei atyám, tehát itt van egy megszólítás. De annak van egy feltétele, tehát ahhoz, hogy elkezdjünk imádkozni, ugye az a feltétele, hogy higgyünk Istenben. Mert ugye, akik Isten elé járulnak, szükséges, hogy higgyék, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát eleve, hogyha az ember imádkozni készül, akkor van egy pozitív várakozás. Most ez a pozitív várakozás, hát eleve pozitívan hat az ember lelki állapotára így alapvetően. A másik pedig ugye az is feltétele, ha az ember addig nem is tud imádkozni, még harag és meg nem bocsátás van a szívében. Ezt meg is kell bocsátani, ugye ez is feltétele. Ez pedig ugye az emberi kapcsolatok rendezésének egy nagyon-nagyon fontos motivuma. Tehát itt még csak elkezdtük az imát, és már eleve van egy ilyen pozitív várakozás, meg az emberi kapcsolatok rendezése, illetve a saját haragnak az átgondolása, az ami feltétele az imának. És akkor ugye hát különböző ima formák vannak, amikor az ember elkezd imádkozni. Ugye kapásból, hogyha imáról van szó, akkor rögtön a könyörgés, meg a közbejárás az, ami beugrik az embernek. Mert hogyha az embernek szükséglete van, még hogyha ha esetleg nem is gyakorló hívő, de hanem mondjuk valaki tényleg nagy bajban van, akkor önkéntelenül is valahogy kiált Istenhez. És ez az ima lehet tényleg csak egy kiáltás, csak egy mondat,
de ha a szívből van, akár azonnali válasz is érkezhet rá. De ugye, hogyha mondjuk Isten elé járulunk a könyörgéseinkkel, akkor hát most lélektani szempontból ugye meg is kell fogalmazni, hogy mi a problémánk, mi a bajunk. Akár önmagunkért tesszük ezt, akár másokért. Hogyha másokért tesszük, ugye ezt közbenjárásnak hívják. Hogyha már megfogalmazzuk, már az eleve a probléma megfogalmazása is gyakorlatilag pszichoterápiás hatású, mert hogyha tudom, hogy mi a bajom, ezt ugye, ahogy Isten elé tárom, már eleve az már a megoldásnak a fele. Tehát, hogyha megfogalmazzuk. Azon kívül, hogyha ezt előadjuk Istennek, a problémáinkat, akkor van egy teljesen más rálátásunk. Tehát például felülről látjuk a problémáinkat. Tehát ez a lélektani hatása magának az imának. És hogyha igen, tehát úgy így felülről látjuk, akkor nagyon sokszor azok a problémák el is törpülnek. És akkor az ember már sokkal jobban felszabadul arra, hogy lépéseket tegyen, mert ugye a hit cselekedetek nélkül halott. Tehát, hogy nekiálljon, és elkezdje a problémáit megoldani. Azon kívül mondjuk még a közbenjárás is, tehát az emberi kapcsolatokra is nagyon pozitív hatású, hiszen akiért mondjuk imádkozom, arra azért nem haragszom, és ha valakiért közbenjárok, akkor a melegség, a szeretet abban az emberi viszonylatban elkezd növekedni. Tehát az emberi kapcsolatokra is nagyon pozitív hatással van. Mert akiért imádkozunk, azzal szemben úgymond a lelkünkben sokkal több pozitív érzelem jelenik meg, tehát mondjuk nem tudunk rá úgy haragudni, eleve, így vagy van. Ilyesmi. Így van. És ugye igazából szokták mondani, hogy az a boldog ember, aki tud szeretni. Tehát, hogy akkor vagyok boldog, hogyha én tudok szeretni, és hogyha én átélem konkrétan a szeretetet azáltal, hogy valakiért még imádkozom, könyörgök is, akkor attól én még boldogabb vagyok. Tehát azon kívül, hogy látom, hogy mondjuk hatása is van másokra, de az én belső jólétemet ez növeli. A bennünk lévő reménységet mennyire tudja erősíteni az imádkozás, főleg egy ilyen helyzetben, amiben most is benne vagyunk, járványban, nem látjuk a végét, még már azt hittük, hogy vége lesz, de most még egy harmadik hullám is a nyakunkon van. Tehát, hogy lehet az embernek a lelkében ezeket ilyenkor rendezni, és hogy az ima ebben milyen szerepet játszik? Hát ugye, hogyha bármi kérésünk van, akkor, és az ember elé, Isten elé tárja, akkor ugye van egy várakozás is abban. Tehát a reménység, ja, és ez persze mind a jövőre irányul. A reménységnek is az a lényege, hogy a jövőre irányul. Tehát, hogy a jövőtől valami jót várok, valami pozitív változást várok. És hogyha valamiért könyörgök, az azt jelenti, hogy nem adom föl. Tehát a reménység ezáltal nő bennem. És hogyha ugye a reménységnek pszichológiailag is van egyfajta, tehát van egy kognitív összetevője, tehát hogy mit gondolok, és van egy érzelmi összetevője, meg egy motivációs összetevője is. Tehát hogyha pozitív dolog van a fejemben, ha jövőt illetően, akkor tehát eleve jó dologra készülök, jó dologokra hajt valami, és az életemet ezt tehát ilyen pozitív érzésekkel tölti el. Na, viszont menjünk vissza, még egy csomó imafajta van, amikor az ember nekiáll imádkozni, hát ugye azon kívül, hogy megszólítja Istent, tehát kommunikál, tehát bárki mással kommunikál, hát ugye azt is megszólítja, és valahogy így készül rá, és van egy ilyen pozitív rákészülés. Ugye még a Exupérinak a Kishercegben a Róka is azt mondja, hogyha valakire várakozom, valakivel találkozom, akkor úgy előkészítem a szívemet. És amikor az ember mondjuk nekiáll imádkozni, akkor ugye sokszor hálaadással kezdi, meg dicsérettel, hogy ráhangolódjon Istennek a hullámhosszára. És például ugye, hogy a hálaadásnak milyen pozitív lélektani következményei vannak.
csak gondoljunk bele. Tehát mikor elkezdjük felsorolni, hogy mi mindent kaptunk, megköszönjük Istennek, akkor gyakorlatilag elsoroljuk, hogy mi mindenünk van. Tehát, hogy nem vagyunk nincstelenek, nem vagyunk elveszettek. Eszünkbe jutnak a különböző bizonyságok. És eleve ez már ad egy pozitív hangulatot szintén, ami ugye a depresszió meg a szorongás ellen. Igen, meg ugye hát aki... Ugye, ha az ember hálát ad, igen, és felsorolja, hogy mi ilyen van, mert hogy akinek van, annak még adatik is. És akinek nincs, még az is elvétetik tőle, amilyen van. Egyébként nagyon sokszor, ha pszichoterápiát kezdünk valakivel, akinek valamilyen lelki egészségi gondja van, akkor nagyon sokszor úgy kezdjük, hogy megkeressük, hogy milyen van, tehát milyen értékei vannak. Mert abból tudunk csak kiindulni. Tehát az imánál is, hogyha valamit kérünk, akkor előbb meg kell néznünk, hogy de mennyi mindenünk van, és még ahhoz kérünk valami egyebet. A dicséret az meg ugye, hát ugyanaz, ahogy mondtam az előbb, hogy ráhangolódunk Istenre, tehát akivel beszélgetünk, a távolság azáltal elkezd csökkenni. Megéljük azt, hogy nem vagyunk magányosak. Ez is hat például a depresszió ellen. Uh-huh. És ez is ad egyfajta pozitív hangulatot. Ugye, hogyha még magát a dicséretet vesszük, akkor hogyha ez így elkezd növekedni, akkor ez a pozitív hangulat elkezd megemelkedni bennünk, és ez elmehet egészen az extázisig, vagy a mámorig. Ugye, amit az emberek annyira keresnek különböző szerekben, alkoholban, drogban. És itt meg lehet élni. Tehát ugye mondja is az ige, hogy ne bortól részegedjetek meg, hanem szent lélektől, lehet fantasztikusan át lehet ezt élni. Mert az emberben igenis van egy belső igény erre. Tehát még Freud is, aki nem volt Isten hívő, azt mondja, hogy tulajdonképpen örömre született az ember. És ezeket az örömöket pont, hogy meg lehet imádkozás közben élni. Na, és akkor például menjünk tovább mondjuk a megvallásokra. Ugye, amikor szokták mondani, hogy megvallásokat teszünk, akkor különböző igéket elmondunk hangosan, úgy, hogy közben amit kimondok, azt én elhiszem, azzal azonosulok. Na, ennek pszichológiailag meg egy nagyon-nagyon erős identitásképző hatása van. Tehát az ember a világban sodródik iszonyatosan, hogyha nincs identitása. Meg is fogalmazzák a pszichológusok, hogy az identitás az egy szükséglet. Tehát, hogyha nem tudom, ki vagyok, akkor iszonyatosan sodorható vagyok. Ha mondjuk megvallásokat teszek, az például ad egy stabilitást a személyiségnek. Tehát ugye, hogy mondja Zsoltár, hogy semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó, vagy rendületlen az ő szíve, nem fél, míg lenéz ellenségeire. Tehát, hogy ezek is egy nagy lelki erőt adnak ahhoz, hogy az ember jön. Itt ezt kutatások is nézik, hogy maga az imádkozás tulajdonképpen egy megküldési eszme. Ugye nem ilyen, egy kicsit ilyen általánosan mutatnak, összemosnak különböző dolgok. De hát tulajdonképpen a hangod most nagyon elment, kicsit szakadozik a vonal. Nem igen, tudom, most egy picit hallani? Jobb, igen, most jó. Halló? Igen, hallunk most, még igen, az utolsó mondatot, ha megismételed. Néha elmegy. Meg hallgattál is, úgyhogy nem tudom, hogy közben mi hallatszott, mi nem. Az utolsó mondat volt kicsit ilyen szaggatott már, ha ezt esetleg még megismételnéd, akkor. Az mi is volt? A vallásról beszéltem meg, hogy mennyire stabilitást a személyiségnek.
stabilizálja a személyiséget, akkor a megvallás. Az a helyzet, hogy az időnk is már sajnos elment, jönnek hamarosan a hírek. Nem tudom, még van olyan esetleg így a végezetül, egy zárszóként buzdítást a hallgatóknak, hogy miért jó még imádkozni? Ja, igen. Ugye van például bűnbánat, amikor az ember rájön arra, hogy valami rosszat tett, és akkor sem kell elkeseredni, nincs vége a világnak. Tehát ez is a reménytelenséget növeli, hanem lehet játszani bűnbocsánatért. És ugye a pszichoterápiának is az a lényege, hogy változzon az ember, változtasson. Ezt is meg lehet alapozni imában, tehát ennek is hihetetlen pozitív hatása van az ember lelkére. Hello? Igen, itt vagyok. Nagyon szépen köszönjük akkor, Gyöngyi, hogy ezeket elmondtad. Hát sajnos ennyi fért most bele az adásba, de hogy érzékelem, ez egy sokkal nagyobb téma annál, mint hogy így egy pár percben át lehessen ezt beszélni, de nagyon köszönjük, hogy ennyi ízelítőt is adtál nekünk ebből a témából. Dr. Kis Gyöngyi klinikai szakszichológus volt a vendégünk, és jó egészséget kívánunk neked. Köszönöm szépen. Szervusztok. És hát remélem, hogy sikerült a hallgatóknak is kedvet csinálni az imádkozáshoz, hiszen az elmúlt két órában erről beszélgettünk többféle aspektusból, úgyhogy aki lemaradt erről az adásról, az esetleg meghallgathatja a Hit Rádió Plusz archívumunkban, illetve érdemes a Hit Rádió YouTube csatornáját is böngészni, mert nagyon sok értékes anyagot, beszélgetést találtok ott is.